Filóni Ferenc Ibolya, személyével, mint a társulás elnökévé választásával egyetért, az kérem készentartásra szavazzon. Köszönöm, ellenvélemény tartózkodás, mint egy hang. A Völcsegi Önkormányzatok polgármesterei ismét Bonyhád polgármesterét választották elnöknek. A Völcsegi Társulás 26 ezer embert képvisel. A társulás akkor is működött, amikor a hasonló feladatokat ellátó szervezetek országosan nem működtek. Önként vállalt feladatként egyeztetve tartották fenn a szervezetet, látva ennek szükségszerűségét. Azt gondolom, hogy 25 település, aki egyben lefedi a bonyhádi járást is, közösen tud gondolkodni, együtt tud megoldani olyan feladatokat és ellátni, amelyekre egyenként, külön-külön egy-egy kis település nem volna alkalmas, sem anyagilag, sem személyi háttérrel, infrastruktúrálisan. Azt nem kell külön magyarázni, hogy ez természetesen előny valamennyi társult településnek, de hogy ki milyen arányban vállal feladatot, illetve szolgáltatást ebből a nagy közös halmazból, az pedig saját maga dönti el, a saját település, saját önkormányzata. Ezért mondhatom azt nyugodt szívvel, hogy eddigi elmúlt években is kiválóan működött a társulás, mert sikerült megtalálni azt a rendszert, azt a formát, amiben mindenki tudja, hogy hol a helye, tudja, hogy milyen szolgáltatásokat, milyen közös feladatokra társul a többi településre, neki milyen igénye van, mire van szüksége, és mit tud megfizetni. És hogyha mindenki azt fizeti, amire igénye van, és igénybe veszi, akkor nincs ok arra, hogy probléma legyen a települések között. Természetesen járásszékhelyként Bonyhád legnagyobb település a 25 település közül. Sokszor hangoztatjuk a térségi szerepvállalást, hogy ez egy jól hangzó kifejezés, de hogy ez a valóságban is működik, ez annak is bizonyítéka, hogy nagyon sok mindenben benne vagyunk olyan ellátási formában, szolgáltatásban, csak egy példát mondok, a Völcsegi Hírlevél kiadásában, amiben önállóan a város lehet, hogy nekünk mindegy lenne, hogy magunk tartjuk fönn ezt a lapot, és csak Bonyhádon olvassák a híreket, vagy erre igényt tartott többi településsel együtt, hiszen lakosság arányosan, létszám arányosan osztjuk szét a költségeket. A hírlevél mellett a legfontosabb a családsegítésben elfoglalt közös szerep. A társulás legfontosabb elemei azok a törvényi kötelezettségek fogva családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak a szolgáltatásai, amelyek kötelezőek mind a 25 településre nézve Magyarország valamennyi önkormányzatára. Természetesen ennél fogva ebben a szolgáltatásban mind a 25 település részt vesz. Vannak egyéb a gondozási központ által nyújtott szolgáltatások, amely intézménynek a társulás a fenntartója, és amelynek igazgatóját a társulás nevezi ki, és bízza meg 5 évre az igazgatói feladatok ellátásával. Ott néhányat felsorolok belőle, házi segítségnyújtás, időskora nappali ellátása, szociális étkeztetés, tala és falugondoki szolgáltatás, tehát nagyon sok minden van, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ezek azok a feladatok, amelyek, vagy kormányzati funkciók, amelyekre egy település eldönti, hogy van-e szükség az adott településen, van-e igényük rá, és ha igen, akkor melyik szolgáltatásra, és amit igénybe vesz, az alapján a normatíván felül fizeti ennek a szolgáltatásnak a díját. Ebben is nagyon sokan, 21 település részt vesz, változó arányban. Az elmúlt 5 esztendőben volt olyan, például az óvodafejlesztés, ahol Bonyhád egyedül is pályázatot nyert volna, de a térségi szerepvállalás következtében újult meg további 4 oktatási intézmény a térségben. Ezek az akciók is bizonyítják a társulás fenntartásának fontosságát. A most újjáválasztott társulás alelnökének, Kraun Elemért, Műcsény polgármesterét, míg pénzügyi ellenőrbizottságának vezetőjeként, Glöckner Henriket, Módágy polgármesterét választották.